Sziasztok! Következő unboxing videónk egy Intel Core i7 8086K processzor lesz. Ez egy 8. generációs processzor. Hát jó drága volt. A pcx.hu-ban rendeltem. 150 ezer forint körül. Tehát nézzük, hogy mi van ráírva a dobozára. 6 magas. Overlocking kábel, na mindegy, ez nem tudom, hogy ez, most ez hogy. Intel Hyper Threading technológia. Turbo Boss 2. Hát én megmondom őszintén, hogy azt sem tudom, mik ezek. Intel Optal Memory. Két csatornás, DDR4-et támogat és integrált UHD 630-as Intel grafikus gyorsító is van benne. Hát ventilátort nem adnak hozzá. Itt vannak még különböző adatok. Mi van rajta? Hát végül is ennyi lenne. Hát egy processzor hűtőt azt belerakhattak volna már ennyi pénzért, de mindegy. Végül is ennyi lett volna, most nem szedem ki belőle. Mert szerintem, vagy de kiszedem, nézzük csak meg, addig megállítom. Jaj, szóval azt majd elfelejtettem mondani, hogy ez egy limitált kiadás, ide is írva, limitált kiadás processzor. Tehát nem tudom mennyit adtak ki belőle pontosan. Itt is van benne egy ilyen papír, hogy köszönik, hogy ezt a 8. generációs processzort választottam a 40. évfordulójára az Intelnek. Hát 40 éves az Intel, vagy nem tudom mire fel. Limitált, akkor adtak hozzá egy ilyen kis leírás, hogy kell beszerelni. Egy kis i7-es logóval ellátott matricát. Meg maga itt van a processzor. Elvileg rá is ér, vagy 4 GHz alapból. Na jó, ennyi lett volna az unboxing videó. Ha tetszenek a videóm, akkor iratkozz fel a csatornámra, és nyomj egy lájkot. Köszönöm, hogy megnézted. Ja, és 5 GHz-ig lehet húzni a procit. Sziasztok!